Be van. Beszélünk között. Akkor csak így kell beszélni. Mindenkit szeretettel üdvözlök, azokat is, akiket nem nagyon látok. Én Váradi Júlia vagyok, és rettenetes büszkén mondom, hogy része vagyok a Nagy Káli könyvnek, ezért is, de egyébként is nagyon boldogan elvállaltam ezt a megbízatást, hogy én legyek az, a moderátora, a beszélgető társa annak a három embernek, akik ezt a könyvet, vagy persze többen voltak, de hárman voltak a lényegi létrehozójuk ennek a csodálatos nagy, nagyon nagy, nagyon-nagyon nagy könyvnek, albumnak. Ilyenfajta irodalom, ilyenfajta képzőművészet, fotóalbum, azt gondolom, hogy nincsen, ami ehhez hasonlítható. Sok szempontból nincsen, valószínűleg a méretét tekintve sincsen, de nem biztos, hogy a mérete a lényege, hanem sokkal inkább az a megközelítés, az a szemléletmód, amivel ők hárman, és akkor most bemutatom a jelenlévőket, Osák Saroltát, Maradó Györgyöt, és Bolyár Iván András. Mindenkinek más volt a szerepe ennek a könyvnek a kitalálásában, megcsinálásában. Azt gondolom, hogy az első lépést Iván tette meg talán, a bevezetőből ez volt a benyomásom, de a fotográfiák létrehozását azt már rábízta egyik barátjára, egyik jó barátjára, Darabos Györgyre, és a szerkesztést pedig Saci vállalta. De hogy miért és hogyan alakult ki ez a könyv, mi volt a szándék, a cél, és ami megvalósult, azt ti magatok hogyan látjátok, erről fogunk most beszélgetni, de én most már leülök, és arra kérem Iván, hogy mesélje el az első gondolatot ezzel a könyvvel kapcsolatosan. Emlékszel-e még rá, hogy 7-8 évvel ezelőtt, jól számolom, amikor hozzákezdtél, akkor mi vezérelt, vagy mi irányított? Nem emlékszem, szerintem a Gyuri sokkal jobban emlékszik, mint én. Természetesen. Emlékezzek egy kicsit? Emlékezz, köszönöm szépen. Arra emlékszem, hogy teljesen romantikus környezetről emlékszem. Valamit fotóztunk szerintem az Oktogonnak, én szerintem nálatok laktam, és Szentgyörgyhegyen, és boroztunk valami nagyon kellemes, hangulatos estében, és megkérdezte tőlem, hogy van-e kedvem fotózni egy könyvet a Káli medencéről, és pedig azt mondtam, hogy hát persze, mi máshoz lenne kedvem. Ehhez volt, volt, és hát hozzá kell tennem, fogalmam nem volt abban a pillanatban, hogy mire mondok igen. Tehát borintottam, de nem tudtam, hogy hány év van még előttünk, nem tudtam, hogy mi következik belőle. Valahogy így kezdődött. És azt sejtem, hogy Iván fejben már akkor megvolt minden egyben. Legalább úgy, ahogy az vége. Ha elolvassák ennek a könyvnek a bevezető, elég hosszú bevezető szövegét, én azt is mondanám, nem akarom persze eltúlozni, ez egy kis irodalmi mű, egy kicsi novella, amit Bolyár Iván nagyon őszintén saját magáról írt meg, és amelyből egyértelműen kiderül, egy olyan fajta szerelem felfedődik, vagy lerántja a leplet egy szerelemről, amely szerelmet nagyon sokan átéljük, akik ezen a vidéken tudunk hosszabb időt eltölteni, sőt, talán azok is, akik rövidebbet. Nagyon nehezen megfogható, hogy mitől alakul ki ez a szerelem, és nem hagyja az ember soha többé nyugodni, de talán ez a szerelem lehetett a kiinduló ötlet vagy érzés, amire úgy érezted, hogy reagálnod kell. Jól gondolom? Hát Gyuri nagyon kedvesen azt mondja, hogy a fejemben megvolt az egész, valójában semmi nem volt a fejemben. Én inkább ezt az egész dolgot úgy képzelem el, hogy nekem a Darabos Gyuri akkor még nem volt barátom, csak nagyon szimpatizáltam vele és nagyon becsültem, de közben pedig a barátom lett, úgyhogy ha csak ezért született a könyv, már akkor megérte. És a könyvről sem volt vízió, már csak azért sem, mert ugye nekem a Káli régióról nagy ismereteim nem voltak. Tehát 15 éven keresztül volt egy házam, házunk, oda lejártunk. Közelettem, nem? Igen. Itt az énekesek, így bele kell bújni, ugye? És akkor az előzőnek a bajusz szagát ki kell szagolni belőle. Igen.
vírusokat. És a vírusokat is ki kell szedni. Szóval, hogy amikor ez volt, akkor a... Tehát olyan szinten nem, hogy mi ott fönt voltunk a hegytetőn, szemben volt velünk a csobánc, ott kiálltak a kis csontok, valami kis kődarabok a csobáncból, és én nem tudtam soha, hogy ez micsoda, és néztem itt tárcsővel, hogy ez mi a felelet, mert tudja. Tényleg, ha tudtad, hogy létezik a csobánc, hát én egy várom, nem is akármikor. 15 évig, hát úgy valami ott van, de hogy mi. De én nem olvastam utána, nem olvastam úti könyvet, teljesen vizuális alapon voltam szerelmes a környékben. Tehát ez tényleg olyan, hogy szerelem, hogy ember megismeri egy nőt, először azt látja, hogy milyen rokonszenves, meg milyen szép, ez a jó kifejezés, meg mennyire szexi adott esetben, meg egyáltalán, és aztán kiderül, hogy egy nagyszerű személyiség, egy sokszínű, nagyon gazdag, nagyon árnyalt személyiség. Hát mondjuk a Káli vidék esetében talán mondjuk azt, hogy nagy múltú az is számít, hogy esetében talán nem annyira, de hogy nagy múltú a környék, ez is előjött, tehát hogy van történelmi mélysége, és így tovább, szóval, hogy ezek, és ez volt az igazi kaland. Tehát a barátságon túl az volt a nagy kaland, hogy el lehetett kezdeni, tulajdonképpen volt alibi arra, hogy miért mászunk a dolgok mélyére, miért olvasunk utána, miért megyünk oda, ahol sose jártunk. Hát én nem szeretek kirándulni például, és utálok. Nem szeretsz kirándulni, viszont azt jól tudom rólad, mert én nagyon régóta ismerjük egymást, hogy szeretsz, hogy nevezik ezt, társaságozni. Szeretsz buliba járni, szeretsz emberekkel beszélgetni, szeretett tudni, hogy egy-egy pár mögött mi a történet, hogy egy-egy ház eredete, az hova vezethető vissza. Ilyesmikre úgy rémlik, hogy kíváncsi voltál mindig is. Tehát azért ez is lehetett szempont. Hát talán, amikor elkezdtünk dolgozni, ez vált módszerré. Tehát mondjuk a ti esetetekben az, hogy itt három, már talán négy generáció is érintett a környéken, hogy mi volt az első pillanat, amikor az a telek meg létrejött, és egyáltalán mi az a gyönyörű történet, ami a telek vásárlás mögött van. Tehát, hogy ezek a fajta személyes motivációk, személyes kötődések egy-egy ház vagy telekvásárláshoz, ezek voltak fontosak. Mert azt látom, hogy a vidék valamit tud, valami más, valami többet tud, mint más vidékek. Valamiért, nem tudom, valamiért ezt tudja. A Szentgyörgy esetében tudom, mert ott valahogy én ezt a vulkánhoz közöm, hogy az egy annyira speciális dolog, hogy egynek tulajdonképpen lejárata van a föld jobbrába, hogy talán ott valami ez van. Ez a Csokhegynél az összes Tamuhegy ilyen, igen. Ugye? Tehát az egész környéket, ez a Tamuhegyek sora határozza meg. De akkor most hadd kérdezem meg a Sárit, hogy az a fogalom, hogy Káli medence nem okozott-e nehézséget a szerkesztő számára, hogy ezt a fogalmat Ivánék ilyen szabadon kiterjesztették, és egészen Keszthelyig, meg Keszthely mögöttig, sőt Zala megyéig eljutnak, a másik oldalon pedig le egészen bőven a Káli medence alá, Zánkáig, és még azon is túl, tehát sőt, talán Almádiig is eljuttok, hogy itt valamiképpen felsős, valamiképpen a káliság az egy a szerzők által szabadon kibődített fogalom, és hogy ebbe kellett beleillesztenetek mindazt a tudást, amit Iván még ennyi év alatt összeszedtek. Igen, hát el is mondtad, hogy ezt a szellemiséget kellett először is elsajátítani, illetve ebbe belehelyezkedni szerkesztőként, mivel hogy hát ez az egész káliság egy tulajdonképpen az Iván által alkotott új régió, ami minden közigazgatási szabállyal és jelenlegi intézményrendszerrel, hát nem azt mondom, hogy nincs köszönő viszonyban, hanem áthat ezeken, és átlép ezeken, és egy egészen másfajta egységet próbál találni és teremteni abban a sokszínűségben, amit a Káli medence vagy a káliság egyáltalán jelent. És ez valóban az, hogy itt tulajdonképpen egészen Keszthelyig, a Kis-Balatonig, és aztán Tihanyig elmegyünk, sőt Veszprémig, majd hogy nem, ez azt jelenti, hogy az egész fogalomrendszert
magamévá kellett tenni, és ezért hát nagyon sokat kellett volna beszélgetni a fiúkkal. Nem beszélgetett. De beszélgettünk, igen, de amikor én találkoztam a Káli könyv gondolatával, akkor ők már 6 éve csinálták a Káli könyvet, a fotókat, és az Iván készült arra, hogy ezt összefoglalja. Tehát tulajdonképpen én 2 évig a párás tekintetű fiúkat hallgattam, amikor a Káli könyvről szó esett, és egyáltalán erről a Káli fogalomról, amiben hát nagyon sok minden beleillik. Nagyon jó, hogy ezt a végszót megadtad nekem, mert azt gondolom, és ezt mindannyiuknak mondom, hogy ennek a könyvnek talán az az egyik nagy erénye, hogy rendkívül sok színű, sok, nem csak effektíve sok színű a színes fotókat tekintve, hanem sokfelől közelít. Tehát ugye vannak itt egyrészt emberi történetek, nem egy, hanem nagyon sok. Azok a házak, azok a kis nyaralók, présházak, villák, régi épületek, templomok, stb. Ezeknek minden története van, ezekhez majdnem mindegyikhez kapcsolódik család, házaspár, szerelmes pár, gyerek, stb. Ezeknek a története az egyik régiója a könyvnek. A másik természetesen maga a táj. A táj egyrészt mint adottság, mint földrajzi táj, de másrészt mint látvány. Most már mindjárt a Darabos Gyurit fogom megkérdezni, hogy a látvány mennyire ragadta el, és mennyire kellett vigyázni arra, hogy ne ragadja el túlságosan, mert itt van esély erre. De még mielőtt ezt megkérdezem, még hozzáteszem, hogy és akkor még itt van tulajdonképpen egy nagyon profán része is ennek az egész tematikának, ez pedig az építészet. És ugye itt egy művészettörténésszel állunk szemben, aki elsősorban építészettörténettel foglalkozik és foglalkozott, Bolyár Iván András. Tehát nagyon sok szakmai titkot is elárul nekünk, megtudhatunk belőle, hogy hogyan, milyen módszerrel, milyen nekiveselkedéssel állítottak helyre ebben a régióban régi épületeket, hogyan építettek újakat, stb. Tehát nagyon-nagyon sok felől próbáltátok ezt megfogni. Majd mondd el, mert ez nehogy elfelejtsen, meg akarom kérdezni, hogy milyen szempontokat akartál magad elé állítani, de nagyon izgat az előbbi kérdés, Darabos Györgyöt kérdezem, hogy ez tényleg olyan táj, hogy az embernek állandóan, akinek nincsen affinitása az igazi fotózáshoz, annak is állandóan úgy érzi, hogy a kezeügyében kell lennie egy fényképezőgépnek. Igen, pontosan olyan táj. Majdnem azt kérdezted, amit mondani fogok, felszívott, felszippantott, ott tartott. Igazából még mindig fotóznám, ha nem kellett volna leadni az anyagot időre, már a sokadik időre. Gyönyörű dolgokat láttam. Körülbelül 15 ezer kép készült, abból van benne a könyvben 500 körüli, 800. Hát akkor 800 körül nem számoltam meg őket, de rengeteg van benne. És rengeteg van még tartalékban, amiből egy újabb könyvet elkészíthetnénk, és varázslatos a vidék. Volt olyan, ahová többször visszamentem más napszakban, más fényekért, de elképesztő varázsa van. Nem csak az emberi történetei miatt, a látvány miatt is, szóval varázsos vidék. Én azt tapasztaltam, és a képeid egy részén látszik is, hogy úgy, ahogy a könyv olyan sokféle szempont szerint állt össze, ugyanígy a táj maga is nagyon sokféle. Tehát nem arról van szó, hogy itt az ember lenéz a hegyről és gyönyörű kilátást lát, hanem olyan fények, olyan árnyékok, olyan elképesztően furcsa optikai látványok. Erről csak egy zárójeles történet muszáj itt szubjektíven mondanom, hogy én hosszan beszélgettem arról, hogy a Jancsó filmek miért ezen a tájon készültek, ugye a Káli medence közepén a Kornyi tó nevű, ma már azt hiszem kiszáradt nádasta tó mellett van egy táj, és egyszer nekem a Grüvaszki, aki a eleinte, a legelső periódusban odavitte a Jancsó Miklóst, ő találtatta meg vele ezt a helyet, megmutatta nekem, ott voltunk a Jancsó születésnapján, és megmutatta nekem, hogy ilyen optikai látványt sehol nem lehet találni. Szóval nézd meg, az ember fölmegy egy domb tetőre, és mégis úgy érzi, hogy alulról látja a tájat.
lemegy a domb aljára, és úgy nézi, mint hogy úgy érzi, mint hogy valaminek a tetején lenne. Egészen furcsa, szinte felfoghatatlan, nem tudom, mennyire érzékelted fotósként, hogy ilyen varázslatos állapot. Hát az varázslatos volt, nem, szóval ilyen konkrétan soha nem fogalmaztam meg, de éreztem, tehát mondom, amit tehettem, visszajártam. Tehát, ha jól emlékszem, akkor 7 éve fotóztam már akkor, amikor egyenesbe kerülni látszott a könyv, és akkor még 1-2 éve rátettünk, tehát 10 éve kezdtük, de egészen pontosan 10 éve. Elég volt. Iván, mik voltak a szempontjaid? Hát több szempont volt. Most gondolkoznom kell. Szóval az, igen, a szempont az különböző mappákat jelentett a gépemen. Tehát amikor oda volt írva, hogy geológia, állatok, népi építészet, arisztokratikus építészet, hegyek, Badacsony, Szentgyörgyhegy, Csobát, Gulács, taladam, települések, Tóthi-hegy, igen, ki ne hagyjuk, települések, akkor tehát az volt, hogy ezek különböző léjerek, amely léjereknek be kell kerülnie majd a könyvbe arányosan. Kialakult végül is egy topográfiai logikája is a könyvnek, amit én eredetileg egyáltalán nem akartam. És itt kell megemlítenünk a negyedik, illetve az ötödik alkotótársunkat, a Harsányi Tamást, aki a tipográfusa volt a könyvnek, és aki nélkül ez a közel 800 fotó és a sokféle szöveg ilyen fegyelmezetten és ilyen áttekintető tiszta szerkezetben nyilván nem tudott volna megjelenni, tehát a Tamás itt egy hatalmasat domborított, alkotott. És a Galisz Tamást is ki kell emelni, mert ha ő nincs, akkor semmi nincs, tehát ugye ő ezekkel a financiális hátterét az egésznek megteremtette. Úgyhogy ő majd egy produceri szerepben, egy nagyon szerény produceri szerepben volt, aki még csak az utolsó vágás jogát sem követelte magának, hanem hagyott minket dolgozni, és ez volt a legjobb, amit tehetett. És tehát, hogy ezek a léjerek megjelenjenek a könyvben, ez fontos volt, és azt hiszem, hogy úgy nagyjából sikerült, tehát hogy tényleg azt szerettük volna, hogy mindenfajta metszet legyen. Hát én nem vagyok mondjuk ornitológus, nem értek hozzá, az csak úgy csipetnyi módon jelenik meg bennem, a geológiához sem értek különösebben, de azért az, hogy egy-egy hegynek, vagy egy-egy vidéknek, kőtenger, vagy a Szentgyörgyi Bazaltónak, vagy egyébek hegyestű, tehát ahol a geológiának jelentősége van, azt mindenképpen láttassuk, mert ez egy fontos érték. Szerintem ami fontos volt, hogy külön figyeltük például az arisztokratikus építészeti hagyományokra, mert az ugye el szokott sikkadni, ugye ez a káli régió, akik felfedezték, ez a filmes világ, meg nem csak, hanem még más oldalról bevívó közösségek is, de alapvetően a népi építészetre fókuszálnak, holott azért csak van egy Zicsi kastély Nagyvázsonyban, csak van a fantasztikus Helikon Keszthelyen. Tehát, hogy... Meg azok a nagyon is nemes és klasszicizáló szőlőépületek, amelyek a régiek, igen. Amelyekből aztán maradványok vannak, igen, csak, igen. De mégis meghatározták a tájat. Igen, és hát ahogy, és olyannyira meghatározták, hogy a tájjal való együttélésnek van olyan gyönyörű példái. Tehát ahogy azok oda be vannak téve, hogy a házaknak a feneke mindbefúródik a hegybe, de az orra ott marad, és azban mégis mutat valami büszkeséget, és valami kontaktusban van a világ, a völgyel. Szóval, hogy ezek azért itt tényleg az, hogy nemzedékeken keresztül tisztultak le arányok, együttélési modellek, amik harmonikus élet mintákat adtak, szóval valahogy ettől volt ennyire izgalmas. És akkor persze, hogy mindezek közébe körülbelül 30 családnak az otthonát szeretve kialakított környezetét mutattuk be, és hozzá sztorikat a családokat. Hogy válogattátok össze ezeket a családokat? Honnan ismertétek őket? Honnan tudtad, hogy léteznek ezekben a házakban olyan emberek, akik majd hajlandóak lesznek megmutatni a belső tereiket, beengednek, ott tölthettek egy jó napot náluk. Tehát azért az nem olyan egyszerű nyaralás közben az embereknek egy-egy mondjuk komolyabb napját igénybe venni. Hát, ugye, ebben a Gyuri volt a... Hát a dalapos, hogy a lakáskultúrát fotózza, nem merek kimondani mennyi ideje, de... Hát azért ő neki ez a hogy alakult ki, Gyuri? Honnan nézted ki egyáltalán, vagy honnan lett a névsor? Szerintem te erről sokkal többet tudsz mondani, mint én. Te állítottad össze a névsort, én címre mentem. Talán egy kötő olyan anyag van benne, amit én már megfotóztam egyszer, és azt felújítottuk, de
hiába próbálod azt mondani, hogy neked ez semmi közös, és nem te raktad össze az első pillanatban a fejedben. Szerintem a nagy változat már az első pillanatban megvolt, és szerintem a névsort is te írtad. Szóval, hogy hát biztos, hogy te hoztad a Jumit, te hoztad a Kilinek. Én hoztam ezzel engem? Nem téged Julit, hanem a Koleppa királynát. Igen. A Kilinet, és talán volt más is. Na mindegy, az érdekel persze ebből elsősorban, hogy mennyire voltak befogadóak és nyitottak azok, akiket ti megkerestek. Igazából igen, sőt voltak olyan házak, helyek, amelyeket megfotóztuk, és aztán nem került be a könyvbe. Tehát a minőség annyira emelkedett időközben, annyira jók lettek ezek az anyagok, hogy aztán volt, amelyik szépen ugye a sor végére került, és aztán le is potyogott. De lehet, hogy más szempont miatt, szóval nem feltétlenül a minőség miatt, hanem egyszerűen mondjuk abban a típusban már volt kettő, amit már sok lehet volna bemutatni. De mondjuk a Renáta is azért lehet a Renáta, ez közös mindenképpen. Igen. Saci, te ismerted ezeket a családokat személyesen is, vagy te már csak a könyvben kaptál róluk bármilyen információt? Hát például téged ismertelek már korábban is, igen. A többségét nem ismertem személyesen, amikor kezembe került a könyv, és elkezdtem a szerkesztői munkát, de mindenképpen volt, akivel ilyen célból meg is kellett ismerkedni, és volt, hát természetesen nagyon utána kellett nézni az ő életüknek, munkásságuknak és így tovább, hogy azt a hangulatot, amit az Iván írásai sugaltak, és amit közvetítettek, azt valóban a szerkesztői szigorú ceruza ne roncsa el. És ennek egy nagyon nehéz egyensúlyát kellett megtalálni, hiszen az Iván természetesen mindenkivel egészen közeli jó kapcsolatban volt. Ugyanakkor azért kellett egy ilyen távolságtartást is hagyni, mert hát ez nem egymás között maradó szöveg lesz, hanem reméltük akkor is, hogy ez nagy nyilvánosság elé kerül, és úgy legyen közvetlen, és úgy legyen nagyon őszinte, hogy azért bizonyos dolgok ne sértsék azt, akiről szó van. Úgyhogy ezt nagyon élvezettel próbáltam ezt az egyensúlyt megtalálni. Azt is el kell mondjam, hogy igazából nem volt nehéz feladat, mert ahogy hallották, hát Iván eléggé nyomdakészen fogalmaz, majd, hogy nem nyomdakészen ír is, viszont hát nagyon túláradó szerelemmel tekint ezekre az emberekre, és ezekre a tájakra, ezekre a házakra és településekre, egyáltalán az egész Kálimedencére, így ezt kellett egy kicsit feszesíteni és összefogni. Egy fontos dologról nem beszéltünk, azt gondolom, és ezt semmiképpen nem szabadna kihagyni, ez a könyvnek talán egy újabb régiója, amire én sem tettem eddig igazából utalást, az pedig egy olyan fajta folyamat, egy elég régóta zajló folyamat egyébként, ami talán szociológiailag is érdekes és vizsgálandó, és egy kicsit benne van ebben a könyvben, tudatosan vagy tudatalat, de mindenképpen benne van. Az a mozgás, ami elindult Magyarországon, elsősorban a fővárosból, valamikor a 70-es évek tájékán, és aztán felerősödött a 80-as, 90-es évekre. Tehát ez a szinte özönlése a fővárosi értelmiség egy jelentős részének ebbe az irányba, hogy ez divattá vált, ugye ott keresni olyan helyet, ahol az ember az egész évi nehézségeit, vagy nem is tudom, másfajta életét feloldja. Ez
igazából azt gondolom, hogy egy társadalmilag is vizsgálandó dolog, hogy igazán mi történt, mi vonzotta oda az embereket, azon kívül, hogy szép a táj és szerelmes lesz az ember bele, de hogy az, hogy rendbehozni egy úcska lerobbant 100 éves házat, hogy ezeket a régi dolgokat újra felfedezni, hogy akinek semmi köze ehhez nincsen, hát hiszen pesti gyerekek honnan tudták volna, hogy hogyan illeszkedett a fa ajtó, a pince, nem tudom mihez. És ezeket mégis, tehát ez lett valahogy sokak számára az szinte az életük egyik jelentős célja. Erről mit tudsz mondani, Iván? Hát erről azt tudom mondani, Júli, hogy kérdezd meg a férjedet, az András, mert olyan fantasztikus, hogy hoztál helyre azt a pincét ott a... Én erről sokat írtam, hogy is, nagyon sok embert találtatok, nagyon hasonlóképpen. Gyönyörű, tényleg a ti házatok az egészen elképesztő, és az, hogy úgy van eldugva, olyan helyen van eldugva, hogy se víz, se villany, szóval ez tényleg fantasztikus. Ne hozz zavarba, mert erre nem tudok mit mondani, szerintem is gyönyörű. De most erről az általános képletről beszéljünk egy kicsit, lehet, hogy mindannyian hozzá kéne, hogy ezt szóljatok. Az általános képlet az, hogy eszembe jutott, hogy a Szentgyörgy egy oldalában van egy turistaház, Kán Károly turistaház, most úgy hívják, hogy kulcsos ház, és hogyha valaki oda akar menni, akkor azt mondom, hogy egy éjszaka 1500 vagy 2000 forintért meg tud állni, ott van a vas, a keleti oldalomban, ott a Bazaltúrbonák alatt, kékjelzésen kell menni. Igen, az én régi házam fölött. Amikor ezt a kulcsos házat átadták, mondjuk azt hiszem talán 1940-ben volt, vagy 39-ben, akkor ennek a háznak az átadásán ott volt az érsek, meg a régi, tehát ott volt mindenki. Nem tudom én hány országgyűlési képviselő, és püspökök, és papok, és egy óriási tömeg, és elfúló hangulú beszédeket mondtak arról, hogy itt van ez a táj, az elcsatolt, ugye akkor még egy trianoni tűzébe, K.O.-ban, vagy ilyen, volt az egész ország, hogy amit elcsatoltak, abból alig maradt itt valami Magyarországon, de bezzeg ez a régióra, ez igen, ez még olyan, hogy hát ez most, ez ami maradt, abból ez a gyöngyszem. És egyébként én is ezt gondolom. Tehát, hogy ez így nagyon egyben van, valami lecsípte semmi. Igen, és hát ugye, mert tehát, hogy valamiért ez nagyon egyben van ez a dolog, és egyébként ez választ is ad arra, hogy miért a terminológia, miért van ez a káli dolog. Egyrészt valóban semmifajta közigazgatási egységhez nem csatolható, másrészt pedig van egy logikája, hogy miért, és én úgy gondoltam, hogy csak azt a könyvben nem írtam bele. A logikája az, hogy egyrészt a Zala megye az 1949-ig, 900 éven keresztül egész Füledig és még tovább tartott. Tehát az egész része Zala volt. Következésképpen az akkori közigazgatástól fakadóan a település szerkezet, a település díszítő különböző kis kőkeresztek, a népi építészet, stb. Az mégiscsak egy egységet alkotott, aztán, hogy ezt átalakították, oké, de ettől még megmaradt az, hogy mondjuk a Várvölgy egy pici eldugott faluja, vagy mit tudom én, Zalaszántó és Köveskál nagyon hasonló, csak a mi fejünkben már ugye az van, hogy az egyik az ott van Zalába, ez meg itt van. Pedig hát ugyanaz a műfaj. És egy picit erre is akart irányulni a dolog, meg arra is, hogy amikor ez itt elindult, ez az életmód fajta, a népi, tehát a falusias életnek egy ilyen városiasításával, ez kiterjedt a környéken másfele is, tehát túl nem mondjuk Füreden eljutott más területekre is. És a könyv ezt akarta csinálni. Annyi volt mögötte, hogy tudod, én ilyen település márkázással foglalkoztam azelőtt. Ami hát pont olyan marketing, márkázó munka, mint a Mizse ásványvíz, természetes ásványvíz palackjának a márkázása. Minden esetben megnézik, hogy mik az előnyek, mik a hátrányok, mik a lehetőségek, mik a korlátok, illetve megnézik, hogy mik azok a sajátlagosságok, ami csak ott van, és ami ebből a négy értékből fakad, és amit ettől elválaszthatatlan a dolog. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy van ez a varázs, nehezen tudunk megfogalmazni, és költő kell legyen, aki le tudja írni ennek a tájnak a varázsát, egy Hambas Béla, vagy egy Ötvös Károly, vagy egy valaki, akkor ezt a varázst megfogalmazhatjuk. Akkor ott van az, hogy
hogy mik az egyéb adottságai. Az, hogy mondjuk a kommunizmus alatt kiposztották, kiürítették a falvakat, egész nemzedékek maradtak ki. Az öregek ott maradtak, a fiatalok belettek inatára, tapolcára, várpalotára küldve, panelbe, elvesztették a viszonyukat a paraszti életformával, és a nagyszülők ott maradtak, viszont pont ezért volt az, hogy fillérekért lehetett venni a házakat. És hogy nem volt iparosítás ezekben a falvakban, a szocializmus idején nem építkeztek különösebben, úgy maradtak. Óriási érték, hogy átvészelt, mit te mehet előre. Ez egy kegyelmi pillanatsor volt, azt akarnád ezzel mondani, amikor ezek a bizonyos pesti értelmiségiek, vagy pestről érdeklődők ezeket csak odaérkeztek, és el tudták foglalni ezeket előre. Akkor van még egy kérdésem, ami nem mondta végig, akkor... Úgy csak annyi, hogy ő föl is ismerték azt, hogy amikor bemegy egy ilyen, mint ti, hát ott van a füstös konyha, akkor nem az, hogy puf, begipszkartonozom, aztán tűnjen el a fenyő, hanem ott pont az a jó, hogy ez ott van. Bementük a gipszkarton, mert volt előtt közül... Mert a parasztok fölöktek a gipszkarton. A kockavádat bontotta vissza. Abban volt egy régi ház. Nem, azt akarnám még kérdezni, nem tudom, ez mennyire volt tárgya vagy témája a könyvkészítési folyamatának, de hogy érdekelte benneteket az, hogy mennyire alakult át a környék attól, hogy egy egészen más társadalmi réteg vette birtokba, hogy ez nem ártotta meg ennek a tájnak, nem lett ettől... Magam ellen is beszélek, tehát, hogy nem lett-e mesterséges kissé. Én úgy érzem, hogy vannak vadhajtások, túlhajtások. Salföldön van egy-két olyan ház, ami jól reprezentálja ezt, meg talán más is, de alapvetően nem. Én még a túlhajtással is úgy vagyok, hogyha ott lekapírválunk egy pár dolgot, akkor csak tömeg, az arányok, az anyaghasználat, tehát a lényegi alapelemek még akkor is jók, aztán az idő lepusztítja róla a szükségtelen dolgokat. De összességében szerintem inkább pozitív a folyamat. És van még egy dolog, amit szintén ez a márka, tehát helymárka, a fejlesztő gondolkodáshoz társul, hogy az, hogy a 2 milliós Budapestről, vagy akkor még 2 milliós Budapestről egy 5-10-15 ezeres közösség fölfedezte magának ezt a régiót, oda ment, családilag elkezdett investálni, rendbe rakott egy portát, rendbe rakott egy udvar. Ez jó dolog. De valójában ennek a, ahol van a Káli régió, 220 kilométeres körzetben 9 millió városlakó van, nem csak Budapest. Tehát majdnem ilyen távolságban van Pozsony, de Bécs mindenképpen, és Grács sincs nagyon messze, és Maribor se, vagy akár Zágráb az már messze van, Maribor, és még Pécs is. Tehát hogyha mondjuk az infrastruktúra fejlődik, vagy ez a régió önmagába fogalmazza meg önmagát, akkor sokkal több potens, jómódú, a nagyon magas színvonalú, nagyon minőségi dolgok iránt érdeklődő ember számára lehet érdekes a hely. És ezzel ott nem azt értem, hogy akkor most jöjjenek a buszokkal és tarolják le, és lepjék el, és legyen Kapolcs, Ápolceptig, Felsőstől Keszthelyig mindig, hanem inkább azt értem, hogy van egy 5 csillagos régiónk, ami kicsit beljebb van, ezt Tűsi barátom fogalmazott meg, hogy az a jó a Káli régió, hogy kicsit beljebb van, nem a parton van. Ez az előnye. Egy kicsit rezervált vidék, ezt kell megőrizni, és ezt csak is egy nagyon magas színvonalú, életmód tudatosságban és pénztárcában is nagyon igényes közönség számára lehet eltartani. Gyuri, láttál Csúnyát? Láttam Csúnyát. Volt egy olyan körünk, nem jelent meg a könyvben, volt egy olyan körünk, hogy végigfotóztuk a csúnya dolgokat. Szándékosan keresztül? Szándékosan igen, igen. De azt, ha nem kérdezel rá, akkor valószínűleg nem vettem volna elő soha. Láttam, de nem jellemző a tárgyat. De azért mondanál példát? Nagyon kíváncsi vagyok. Majdnem nem tudom elképzelni, még azt gondolom, hogy a csúnya is szép, hogy válik ezen. Nem. Az, amit szerintem 80-as, 90-es években kezdtek el építeni. De az már nem nincs nagyon benne ebben a területben. Hol van az, amit? Hát sok helyen van. Sok helyen, jó. Ő tud mindent, én nem tudom, hogy tudják, nem tudom, kicsoda. Jó, azért kérdezem, mert az az én idealista felvetésem, hogy ez... ahogy mondtuk már, ugye szociológiailag is egy nagyon érdekes képződmény, de hogy igaz-e az a tétel, hogy itt a jónak van erősebb hatása,
Tehát, hogy azt is befolyásolja a környezetében létrejövő szép, akinek esetleg az ízlése nem erre vinné. Mindenképpen van. Persze. Hát azt gondolom, hogy aki jár azon a környéken, nyitott szemmel, és ott akar letelepedni, vagy ott akar építeni, az megnézi, hogy mi van körülötte. Megnézi azt, hogy merre felé megy a történet, és valószínűleg nagyon, nagyon csúnyát már nem építenek. Egyébként az, amiről beszéltem, a csúnya, az valahol a periférián volt, tehát nem a belsejében annak, amit mi körbejártunk. Jó, nyilván, hogy olyan van, azt én is ismerek, nem is egyet, ami kicsit ilyen párbőmű jellegű dolog, ahol túlságosan is erőltetik a régi voltát, és ami egyáltalán nem őszintén az, ami volt, sőt, én nem akarok példákat mondani, hogy nyilván pontosan tudjátok, hogy kikre gondolok, de hogy ez nem terjed el, ugye? Nem terjedt el. Én a negatív példákat egyébként leginkább azokban az épületekben látom. Egyébként tényleg most, hogy mondjam, hogy nekem is most jutott eszembe, hogy terveztünk egy ilyen fejezetet bele, egy ilyen didaktikai fejezetet, hogy ezt nem szabad csinálni, igen. De hát ilyet nem tehetünk, szóval azért azt nem lehet, hogy na, a Kovácsék házát, úristen, mi? Hát jókor vitte volna a helyet. Igen, ez így benne van. De tény, hogy mondjuk az engedélyezési rendszer, ugye Veszprémbe kell menni, és akkor Veszprémbe adnak engedélyt, meg ott van valami regula rendszer, hogy akkor hogy kell legyen. Ők nagyon az értékek megőrzésért tartják ezeket a szabályokat, mert ők azok, akik ezt aztán felülírják, és mehet, ami belefér. Tehát ez hólyag üvegablak, barasz virágszínű ház, olyan kék ház, mint egy ilyen vödörsz kék palatető, az még régről ugye, én házam is palatetős, de alig várom már legyen pénzem lecserélni, de... Iván, tényleg oda költöztél? Nem költöztem ja. Oda egyelőre, de hát reményem szerint, hogy félig meddig majd egy picit oda költözünk. Aztán... Tehát vannak olyan szigorú szabály, vagy szigorúan meg szabályok, amelyek megakadályozzák, hogy bizonyos nagyon csúnya elemek oda kerülhessenek. Hát megakadályozzák a kreativitást. Tehát van itt a könyvben olyan épület, amelyik elképesztően jó építészet, nagyon nagy tisztelettel újította föl a régit, és irányította hozzá egy mai életformához, és hozzá is épített egyébként az épülethez, és mivel ez a hozzáépített dolog tiszta vasbetonból van, és fából, ugye teljesen oda való, tehát hogy ez nincsen baj, ma jól néz ki, szép, igaz, nem tudom én mi. Hát csak azért, mert mereven kezelik a szabályokat, ezért azt évekig bontási határozat volt rá. Mondjuk kettővel mellette ott áll a bedrávítozott ilyen rózsaszínű hólyagüvegablakos házna, az viszont teljesen oké. Okay. Tehát miközben... Nem, sajnos ez a... Tehát mondjuk, hogy mondjak néhány rossz példát, hogy az Ánka külterülete, horror dolgok történnek, Tapolca, barackos, borzasztó dolgok történnek, akkor Gyula Keszin, hogy megyünk kifele a Káptalan Tóti felé, ott is azért a 90-es években... Azt hiszem, hogy nem az úgynevezett bebírók, ahogy nem, ők a helyiek. Hanem a helyiek, és ez milyen furcsa, hogy rájuk viszont nem igazán hatott az, ami a környezetükben megtörtént. Igen, szóval ezek azért vannak, de szerintem abban is igazad van, amit az elején mondtál, hogy azért annyira nagyon csúnyát, hogy az a sok szépség ne egye, meg nem tudnak csinálni. Nem tudom, hogy felmerült-e itt a szervezők részéről, hogy esetleg kérdéseknek is adjunk le is adjunk lehetőséget. Elvileg bőven van még arra időm. Tehát, hogyha valakinek lennének konkrét kérdései, amiket én nem tettem föl, akkor nyugodtan tegyék fel a kezüket. Tessék! Miben más ez a kiadás, mint az előző? Van különbség? A kiadás? Van különbség? Sári! Tartalmilag is van egy vagy két fejezet? Egy fejezet. Plusz vagy mínusz? Csere. Nyíregyvölgy és... Hol van Nyíregyvölgy? Na, ezt az már mindjárt elmondja. Nagyon érdekes a sztori. Igen. Mert a Kálival ugye az van, hogy mi azt gondoljuk, hogy Káli medence, 9 falu, de valójában a Káli régió az kb. 60 település. Mert Balatonfelvidék beletartozik, a Tapolcai medence beletartozik. Igen, Várbőgy beletartozik, a Nivegybőgy és a Dörgicsei medence. Na, hol a Nivegybőgy? Hát az a kérdés, hogy sosem hallottam. Óbudavár, Szent Antalfa, Szent Jakabfa, Tagyony és leegészen Zánkáig.
tudod, hogy jövünk, hogy le, és hogy kiírik, hogy hirtelen ez a gyönyörűség. Az. Az került be, igen, és van benne egy technikai újítás is, amiről ugye nem én vagyok autentikus szólani, mert a képekről van akkor szó. Beszéljen róla a Gyuri. Beszéljen róla. Én nem tudja. A Gyuri akkor nem látta róla még, te. Igen. Iván. Én sem láttam. Se láttam. Én láttam egyedül. Úgyhogy akkor mégiscsak nekem kell beszélni róla. A fotókat a két könyvben összehasonlítva látunk különbségeket. Mégpedig egy különleges fotó kikészítési, vagy nem tudom milyen a szakszava eljárásnak köszönhetően egy új technikát eresztettek át a kép szerkesztők vagy képalkotók ezen az új könyvön, és sokkal plasztikusabb, sokkal élénkebb színekkel jelennek meg bizonyos fotók, amik tényleg hát gyakorlatilag egy kicsit mássá teszik ezt az új kiadást az előzőhöz képest. Mi beszélgettünk arról, hogy melyiket szeretjük jobban, mind a kettőt szeretjük igazából, mert ha nem is tökéletesen egyformák, de ugyanazt a hangulatot és ugyanazt a szépséget visszaadja mind a két kiadásban az összes fotó, az összes gyönyörű fotó, amire hát tényleg, ha az ember kinyitja a könyvet, nem tudom, hogy már megtörtént-e, akkor eláll a lélegzete, olyan fotók vannak benne. Én szerkesztőként azt mondom, hogy ha ezen az első csodálkozáson túlestek, meg a másodikon is, meg ötödször is véglapozták a könyvet, akkor azért kezdjék el olvasni, mert nagyon jó irodalmi értékű a szöveg, és viszi magával az olvasót. Ezt én is tanúsíthatom, aki kívülálló vagyok, úgyhogy nem kell saját magatokat dicsérnetek, helyettetek én is dicsérnetek. Van-e még kérdés esetleg? Hát, igen. Én az Bajor Iván Andrással együtt jártam egyetemre, hogy meghallgassod meg mindent, meg rettegjük a tóttól, meg minden. Konkrétan a kövek érdekelnének, hogy nekem a Káli Vedentől az úgy tűnt fel, hogy ott valami kövek vannak. Erről nem esett szó, csak minden máshol. Hogy azok, ami vajon direkt szervez vagy expedíciót, hogy hol vannak kövek, meg azok mi. Erről szeretnék hallani. Nekem is ez volt az első élményem, amikor először oda kerültem a Kári régióba 92-ben. A Jancsó Miklós operatőrének, Kedve Jánosnak a lánya volt a barátom abban az időben, ő vitt el. És ez volt az első élményem, hogy a kertük végében volt egy olyan rakott kőfal, amit lerájultam, hát én ilyet nem láttam azelőtt, és mindig azt tudtam, hogy valahogy a magyar népi építészetre mindig azt gondoltam, hogy ez bályokból van, meg esetleg úgy tapasztva van, meg egyébek. Az, hogy kőből is van építés, azt én nem tudtam, ez az én utaságom volt, vagy műveletlenségem volt. És tényleg, hogyha az ember ott van, akkor minden ilyen értelemben a kőről szól, még a bor is a kőről szól. Mert még abban is az a fajta mineralitás érvényesül, és ad jellegzetességet akár a Szentgyörgyi, akár a Bodacsonyi bornak, ami annak a hegynek, a bazaltjának a sajátossága. De az építészet is ez. És valahogy a kőépítésben van a szorgalomnak és az állhatatosságnak valami olyan sajátossága mutatkozik meg, ami tök más, mint a téglaépítésben. Tehát, hogy egy holland város nézünk a kis téglakockáival, ahol olyan municiózusan rakják ezeket a kis téglákat, egyiket a másikra, és az egészben van valami mértani fegyelem és olyan nagyon nagy pontosság, akkor azt úgy lehet tudni, hogy az icipici Hollandiában, ahol minden négyzetmétert optimálisan kell kihasználni, ott erre a fajta figyelemre van szükség. A kőépítés az én szememben az valahogy inkább mediterrán, a görögök, az itáliaiak, a korzikaiak világában. Írországban is van, Angliában is azért sok helyen ilyen mezsgyet elválasztóként használják, de valahogy bennem az volt, hogy ez Európa. Tehát Európában bennünket ez a kőépítés jobban költ, mint mondjuk az Alföld vályai építészete. Ez a római Limeszen innen világ, hiszen maga Limesz is egy kőfal, és az pedig ugye a barbarikumé.
Tehát valahogy nekem egy picit ez is adta, hogy amikor olyan pajtákban jártunk, ahol elképesztő keresztboltozatokat építettek 18.-19. században, itt vándorló olasz kőművesek, olyan színvonalat hoztak be, építési színvonalat, hogy sokkal jobb volt a pajta, az istálló, sokkal jobban meg volt csinálva, mint a ház, mert oda beleraktak apai tanyait. Csak azt akarom kiegészíteni, hogy ráadásul olyan elképesztően rakták a köveket, mindenféle ragasztóanyag nélkül. Én most is néztem néha, amikor nálunk fel kellett újítani, ma már nem nagyon tudják, hogy ez hogy történt. Iszonyatos melóval próbálják visszakeresni a trükköt, hogy mi az, ami igazán jól megtartja egymáson a köveket. De ez csodálatos, hogy ezt annak idején csinálhatják. És ennek vannak olyan heroikus példái, mint a Gábor Áronéknál fönn Badacsony tetején, ahol kőbányák vannak. Ugye majdnem mindegyik hegybe belevájtak, belemartak, mindegyiknek a karakterét megváltoztatta a kőbányászat. Badacsony tetején is bányászlakók voltak, olyan távoli felvilágok, ahol alig jutott föl a lenti életnek a nyoma. Ezt mondjuk a Házasziklák alatt című filmben ezt jól illusztrálta a Makkárolynak idején, mert jól jelenítette meg. Amit egyébként Szentgyörgy hegyen forgattak egy ibirát, tehát a Szentgyörgy volt a testdublőre a Badacsonynak, mert hogy jobb, mint a Badacsony. Nagyobbat tud ugrani. És sokkal nagyobbat tud ugrani. Na mindegy, tehát hogy igen, ez a kő, ez tényleg ott van. És hát úgy is ott van, hogy a lávakövek ott van a kiköpködve mai napig. Tehát ahova évmilliókkal ezelőtt a láva vagy a vulkán kiköpte, akár Szentbékál, akár Sarföld, Köveskál határa, mindenhol. Ha köveket akar igazán látni, akkor a kőtengerbe kell elmenni, ami ott van Sarföld, illetve igen, Sarföldnél és Vincenkánánál. Úgyhogy igen, szóval ez egy fontos dolog. Egy kiegészítő kérdés, mi van a borral? Én bioborkóstolókat szervezek, és ott van valami specialitás? Hát én a Szentgyörgyhegyről tudom, hogy van bióbor, ott van ez a biovitiszerű borászat. Jó, általában bor. Hát én ezt most kezdem el tanulgatni. Nem úgy nézek ki, mint aki most fog először inni bort, de azt, hogy egy picit úgy figyelmesebben vagy tudatosabban, azt most kezdem tanulgatni. Nem leszek szomélyé vagy ilyesmi, csak eddig nem figyeltem a borra, amit ittam. Hát van az a nagyon híres bor, ugye, ha már kövekről beszéltünk, és Káli medencéről van a Káli kövek nevű bor. Sor. Az nem egy bor, hanem többféle, az egy picészet, amiben pontosan erre utal minden, hogy éppen ezek miatt az ottani erős kövezetek miatt, vagy nem tudom mik ezek, más a bor, más a vulkáni íze, termesztése, stb. Úgyhogy ez fontos, nem? Káli kövek. Igen. A körül jutott eszem, hogy milyen érdekes ellentmondás az, hogy ugye ott bárhol falun kívül építkezni, bármit csinálni, hogy a Balaton törvény miatt nagyon nehéz. Miközben az egyik kőtengert éppen egy kőbányászi meg Salföld mellett. Tehát van ez a kettősség a Káli medencék. Egyrészt nagyon keményen védik és húl minden, másrészt meg odaépülnek ezek a csodaházak a 90-es évektől. De ezt csak hozzá akartam fűzni. A kérdésem az ilyen kérdői véget célozott rám. Mondtál egy hasonlatot, Iván, hogy olyan ez, mint egy hölgy, az egész régió, az egész szerelem. Hogyan, mint egy jó társ, vagy egy jó bőfé, hogyan festenéd le ezt a hölgyet? Mi a szerelem lényeg? Hát, hogy ilyen... gyönyörű hegyek vannak benne. De azért kívül meg hát azt tudod, hogy sok hölgy van, az is jó. És hogy... ahogy az ember nem szűnik meg csodálni azt, hogy tud lenni ennyire szép. Hogy tud lenni ennyire sokszínű, ennyire gazdag. Ha innen nézem, ha onnan nézem, hát itt az igazi szerelemben. Tehát, hogy nem, valahogy nem fogy el a rajongás, és szerintem ez a plusz benne. Van egy idézetem erről. Az egy befejező idézet. Igen, ez egy befejező idézet lesz. Iván után, de nem szabadon, de te írtad, igen. Ez a látkép nem csak nekem, de életem számos fontos tanújának beégett a retinájába. Szemben a csobánc, kopasz feje búbján parányi csonkok. Az Erdélyből leszármazott Gyulafi László kapitány hajdani várának még meredezgető támoszlopai.
balra, mint valami reneszánsz festményen, hegyes csúcsa, szabályos kúp, messzebb tapolcaházai, a mögötte halább megkínzott hegye. Még kisejlik, milyen formája lehetett egykor a kőbányászat előtti időben. Budapest és a történelmi Magyarország nagyvárosainak utcáin fiákerek, konflisok és szekerek, később autók, buszok, trolik és teherautók futottak évtizedeken át azon a bazalt macskakövön, amelyet e hegygyomrából bányáztak ki. Balra tekintve a Somlóhegy székes szürke koporsó forma teteje is földerengett a párából. A vidék tanúhegyeinek legtávolabbi testvére, mellette a Keszthelyi hegység délnyugatra futó nyúlványa, és mögöttük a Szentgyörgy-hegy. A hatalmas húzású völgy fölött közelinek tűntek a hegyékességei, az olykor 30 méter magasan egymásra tornyosuló bazaltallérok, bazaltorgonák, kőzsákok, ki hogyan nevezi e régi dráma szobrait. Amikor a Pannon-tenger fenekén kitört vulkánok egyikéből kiömlő forró magma a víz hidegével találkozva hirtelen hűlni kezdett. A gyors zsugorodásnak köszönhetőek az oszlopok szabályos formái. Hasonló kőtornyok voltak valamikor szemközt a büszke Badacsony-hegyén is, de a szél és a hideg mostanra lekoptatta őket. Ilyen ritka szépség, természeti tökély nem sok helyen van a világon. Erre jutott eszembe, hogy az urak biztos jobban tudják, hogyha délelőtt egy megfelelő pillanatban Zala halál felől hegyest felé autózik az ember, akkor olyan, mint egy animációs film, mert minden pillanatban ezt az összes hegyet lehet egyszerre látni, mindig változtatják a helyüket, tehát olyan, mint egy ilyen 3D-s dimenziós film lenne, és mindig változnak, igen, fantasztikus. Hát én azt gondolom, hogy mindent elmondtunk erről a könyvről, ami fontos ahhoz, hogy most már izgalommal várják, hogy itt vele lakozzanak. Szerintem nagyon fogják szeretni. Tényleg egy szeretnivaló könyv, még ha nehéz, súlyos is. Tehát vannak súlyos szeretnivalók is. Köszönöm szépen, minden jót!